Sziasztok, újpesti szurkolók! Ez a 44. Utevoki Podcast. Karácsony előtt még gyorsan jelentkezünk egyszer, mert utána ilyen-olyan programok miatt ki tudja, mikor fogunk utoljára jelentkezni. Az állandó beszélgető társam ezekben a nehéz időkben is, Bence. Sziasztok! Az én nevem meg Freddy. A Dunaújváros Újpest meccs napján rögzítünk, úgyhogy az volt a cél, hogy amint vége van a meccsnek, akkor, hogy nyerjünk is időt, akkor a meccs után egyből elkezdjük. De arra jutottunk, hogy annyira nem tetszik, amit eddig látunk, hogy meg se vártuk a meccs végét. Úgyhogy valószínűleg mire oda jutunk, addigra vége lesz. De akkor szép időrendben haladjunk először, mert sajnos ezekben a percekben is nagyon sok vereségről fogunk beszélni. Úgyhogy ezek most nem túl szép idők ismét. Hogy viseled ezt, Bence? Hát nehezen. Mikor a tabellára nézek, akkor mindig csodálkozom, hogy ilyen teljesítményen, amit az utóbbi időben nyújtunk, még hogy lehetünk ott az eleje felé. Tehát az a 8 meccses győzelmi szériánk az szerencsére még kitart, de azért iszonyat sűrű a mezőny. Tehát, hogyha valaki rápillant, akkor nagyjából tudom, most jelenleg negyedik helyen állunk, de a hetedik, nyolcadik hely sincs annyira vészesen messze, ott meg már az tulajdonképpen a táblázat vége. Igen. Úgyhogy azért bár unak tűnik az, hogy ott voltunk a Bella elején, de azért most már a Ferencváros 2-vel kevesebb meccset játszva 9 pontos előnyben van hozzánk képest, azért az nem kevés. Úgyhogy kezd egy kicsit visszacsúszni a teljesítményünk. Igen, hát most jelenleg 35 ponttal állunk. Ez kapcsolódóan nekem lett is volna egy kvíz kérdésem feléd, hogy a tavalyi évben, ami hát nem volt a legsikeresebb, ott az alapszakasz végén, ott ugye majdnem dupla ennyi meccset játszottunk, ott összesen 36 meccset, tippelj, hogy ott azon a 36 meccsen az alapszakasz végéig hány pontot szereztünk, hogyha most szereztünk 21 meccsen 35-öt. Ugyanennyit? Majdnem, mert 36-ot szereztünk. Aha. Úgyhogy ebben az összevetésben egész jól állunk, bár ez sokkal jobb lett volna, hogyha a Dab elleni győzelem után rögzítünk, és akkor már úgy mondhattam volna, hogy már túlszárnyaltuk a tavalyi teljesítményünket, de hát nem így állnak a dolgok egyelőre. Nem igazán. Hát egy második képernyőn én közben azért figyelem, de őszintén a mostani játékkal egy világcsodának számítana, ha itt visszajönnénk a meccsből. De hát jó. Úgyhogy nagyon ijesztő a táblázat amúgy, mert tényleg, ahogy mondtad, ez a széria, ez így megy tovább, akkor pikpak, megint a 8. hely környékén találjuk magunkat. És mert a mezőny az tényleg nagyon sűrű, tehát itt vannak körbeverések rendesen, meglepetés eredmények, úgyhogy ez mentett meg minket eddig, hogy akár a Gyergyó is belekerült egy rossz szériába, és akkor nem tudtak ők is elhúzni nagyon. De hát azért ez a 30-valahány pont, ez idén semmire nem lesz elég a végelszámolásnál, mert a liga utolsó Fehának is van 22, igen. Amíg tavaly összesen 36 meccsen volt nekik 14. Szóval igen. Ez idén sokkal... És hányat miattunk nekik? Ja. Úgyhogy meg hát azért a saját teljesítményünket ne a tavalyi Újpesthez mérjük, mert hát hogy mondjam, ahhoz képest azért nem nehéz jobbat teljesíteni. Igen. Jó, hát mindegy, ez van. Sajnos, ha rátérünk a meccsekre, akkor sem lesz sokkal vidámabb a hangulat. Igen. Hát az előző adás óta 5 meccset játszottunk, és hát akkor kezdjük a legelsővel, az ismételten egy derbi volt idegenben ezúttal,
és 2-1-es vereséget szenvedtünk, és nagyon rossz előjelekkel mentünk oda, ugye itt a kerettel voltak problémák bőven, itt hozzájöttek még további sérültek, még több beteg, úgyhogy főleg azután, hogy hazai pályán elég csúfosan játszottunk a Ferencváros ellen, úgyhogy nem jó érzésre, de kimentünk, és ehhez képest egy meglepetés játékot láttunk, mert szerintem bőven túl teljesítettek a srácok. Nyilván itt benne volt, hogy a Ferencváros sok meccses szériában volt, tehát ők is kicsit le voltak amortizálva, de őszintén ez nem a mi problémánk. Sokkal összeszerettebben játszottunk, mint az első derbim. Úgyhogy nyilván a vereség az nem olyan, hogy örül neki az ember, de kicsit azért adott hitet, hogy még egy sokkal vékonyabb kerettel is azért nagyjából helyt tudtunk állni ellenük. Igen, hát nekünk csak három védőpárunk volt, és én azt gondolom, hogy így ki lehet kapni, még ha nem is egy jó kifejezés ez, de emlékeim szerint, ami nem került bele az összefoglalóba, itt azért többször ütöttünk kapuvasat, igen, de már lassan majdnem egy hónapja volt ez a meccs, úgyhogy ha esetleg keverem valamelyikkel, akkor elnézést, de szerintem itt több vasunk is volt, az ellenfélnek is voltak nagy helyzetei, nem tudom, tehát ugye annyira nem éreztem gáznak, ez sokkal viselhetőbb volt, mint a Megyeri úti vereség. Mondjam azt, hogy pehes, vagy inkább bosszantó gólokat kaptunk, tehát az első gól, én ezt egy kicsit a Mikinek adnám, sajnos. A második az meg, az még csak nagyon szar volt végignézni, ez ugye pont ott a vendégszektor előtt esett, ahogy már fekszik a Miki is, ott valamelyik védőnk is éppen már, majdnem a jégen van is fél lábbal, és akkor csak húzza, a Ferencvárosi támadott természetesen a Brady, mert rá még azért ki fogunk térni szerintem, majd az elkövetkező meccsen is. Csak húzza, és akkor tulajdonképpen utána az üres kapuba elég éles szögből, de az üres kapuba kellett beemelnie. Hát már szinte a gólvonallal volt egy szinten, tehát igen. Én már ott kicsit, hogy mondjam, örültem is, hogy oké, most már innen csak nem lövi be. Hát persze, hogy belőtte, ráadásul 57. percben. Igen. Hát... Bosszantó volt, de sokat lőttünk kapura, talán többet is. Igen, statisztika szerint többet is lőttünk. Én emiatt itt nem tudtam haragudni utána. Igen. Ja, itt nagy szívvel játszottunk, és tényleg 50-48-ra megnyertük a kapura lövéseket is, ami azért nem jellemző, és tényleg sok fiatal volt itt is. Úgyhogy, ja, ez egy kicsit biztató volt, főleg annak tükrében, hogy akkor következő meccs volt, hazai mérkőzés az utolsó helyezett Dunaújváros ellen. Ember azt hitte, hogy oké, hát akkor a Ferencváros ellen megmutattuk, hogy igazából mit tudunk ezzel a vékony kerettel is összehozni. Hát legjobbkor jön a liga utolsó, de hát ezt tudjuk, hogy ez nálunk gyakorlatilag inkább egy rossz ómen. Most már nem tudom, mi hanyadjára. Igen. És jól indult az a meccs, mert ez ráadásul a Maci dobálós meccs is volt. Elég gyorsan be is találtunk, Kovács Sebi egy nem tudom, 70. másodpercben megszereztük a vezetést, aztán Kis Patrik is 2 gólra növelte az előnyünket. És ott annál a gólnál, bocsánat, én kiemelném a Laskavinak a meglátását, hogy ahogy áttette a Kis Patriknak az, ahogy ott kibogarázta a korongot a susnyásból, igen, és utána áttette, az szerintem egy nagyon szép megmozdulás volt. Valóban, igen. Ja, de hát aztán jött egy... Látni, ahogy megy a kapu felé a korong, és vele a hálóba, az jó volt. Aztán jött egy összeomlás,
és Pikpak 2-4-re is állt a Igen. meccs. És Én itt tudod, mit hiányoltam? Itt 2-4-nél, vagy inkább 2-3-nál, vagy nem tudom. Egy időkérést, meg egy kapuscserét. Tehát lehet, hogy nem tudom, itt volt a december folyamán, azt hiszem, amikinek is volt valami betegsége, vagy nem, csak rémlik, hogy valamelyik meccsre nem tudott leülni még a padra sem. Lehet, hogy még itt is volt valami, vagy nem tudom. Valami olyasmi, amit nem tudunk, de én itt tökre értékeltem volna azt, hogyha ha cserélünk, mert szerintem 4 kapott gól után, főleg egy ilyen fordítás után ez benne lehetett volna. Valóban. Hát aztán még feljöttünk 3-4-re, de aztán üres kapuval is végül 3-6-ra növelték az előnyt, és akkor meg is nyerték. És ritka bosszantó meccs volt, mert ugyanez egyébként, mint ma, mint ahogy most megy a Dunaujváros meccs, hogy ez a Dunaujváros abszolút verhető lett volna. Tehát azért egy szezon elejé formával itt elintéztük volna őket. Valahogy most egy olyan abszolút önbizalom hiányos korszakban vagyunk, én nem tudom, egyszerűen igen. Nagyon rossz nézni ezt. Mikor, de mióta vagyunk benne ebben? Tehát november közepe óta, vagy nem tudom, tehát, vagy eleje? Már nem is tudom, de... Tehát, hát a derbi azért... óta nagyon ritkán vannak ilyen nagy fellángolások, akár a Miskolc meccs az mondjuk nagyon jó volt, de tényleg úgy valahogy a derbi óta valami megtört. Hát igen, csak tehát megnyertük az első 8 meccsünket, de hogy azért ennél több meccsből áll az alapszakasz, és azért mondogatjuk mi is már jó pár rögzítés óta, hogy nem megy, csak szépen lassan elmegy mellettünk az egész szezon. Tehát, hogy azért nagyon sűrű jönnek a meccsek, és mi meg nem szerzünk pontokat. Igen. Úgyhogy ez egy kicsit most már ez nem gödörnek nevezném, hanem annál valami nagyobbnak, de ijesztő az is, hogy értem, hogy vannak hiányzóim, meg nagy veszteségeink, akár a Kódára, vagy a Szabó Dani és Dani, de azért ezt meg kéne tudni oldani, vagy nem tudom, egy kicsit zavarba ejtő az, hogy mennyire hogy mondjam, hogy milyen vereségeket szenvedünk. Tehát azért ez, azt lehet mondani, hogy vannak szerencsétlen meccseink, de például az első derbi, amit az előző adásban beszéltünk, inkább ijesztő volt. Az nagyon. És voltak ilyen meccsek, ez a mai Dunaujváros elleni, és nem láttam itt az első pár percről, lemaradtam, de azért ez a második harmad, ez nekem bőven elég volt. Igen. Na mindegy. Csak hogy telik az idő igazából, ezt akarom ezzel mondani, hogy... Ja. Igen, hogy valahogy belejutottunk ebbe a válságos kerethelyzetbe, és nem érzem azt, hogy hosszú távon valahogy ezzel az előállt helyzettel valahogy meg tudnánk birkózni. Nagyon fura. És aztán meccsről meccsre mindig variálódnak így a kiesők, ugye ilyen fontos játékosok, mint a Just, aki mondjuk sajnos nagyon a sérülése óta nem talál magára. Ez most nagyon szembetűnő, hogy ő volt ugye sok támadásnál a kreatív elem, és tényleg valahogy jó, fontosan új sorokba is kerül, pont a következő meccsnél majd ki is térek erre, hogy milyen soha nem látott konstellációk voltak, de nem tudom, valahogy rossz passzokat választ, nem, valami nem klappolott még. Hát ott sem, és tehát, hogy itt nem akarom nagyon bántani a kapusainkat, mert ebben azért az előttük lévő védelemnek is van szerepe, de azt az extrát, amit a Miki tavaly előtt tudott nyújtani például, vagy a Mátétól a tavalyi kupa négyes döntő, hogy hívják, az bronzmeccsen láttunk a Final Four-ban, ezeket az extra teljesítményeket elvétve látjuk.
Meg potyák azért sűrűsödnek. És igen, ezt akartam én is mondani, hogy sajnos vannak potyák. És nem tudom, hogy ez minek köszönhető, biztos nem segít az, hogy a felevédelem junior előttük, de tehát, hogy ezt a kerettervezésnél azért arra azért lehetett számítani, hogy egy védő kiesik, vagy kettő. Tehát, hogy minden csapatnak az életében van ilyen periódus, amikor ennyien kiesnek. Igen. Úgyhogy bosszant, nem tudom, hogy hol van az ok. Én még azt sem tudom megmondani, hogy inkább a padon, vagy inkább a játékosoknál keresném. Nem gondolnám, hogy idén rossz lett volna a légiós választás, tehát ez szerintem azért eléggé szembetűnő, hogy képességben megvagyunk idén. Igen. Nem tudom. A fiataloknál is érzem azt, hogy mennek, hogy akarnak, egyszerűen még nem csak a Fradi meccsen, az 1-5-ön, hanem úgy egy sima, nem tudom, Dabe elleni meccsen is azt látom, hogy mintha egy kicsit idegesek lennének. Mm-hmm. És akarnak, nem is akarom őket bántani, meg hát 17 évesen, meg 18 évesen játszanak felnőtt csapatban, nem azt mondom, de a bizonytalanságot érzem rajtuk, talán az a legjobb szó. Mm-hmm. Még lehet, hogy túl mély víz? Nem tudom, tényleg nem tudom, mert én azt gondolom, hogy még a Balázsi mellé is kell egy akár fizikailag megtermettebb védőpár, mert egy mellé így párba, illetve egy rutinosabb ember. Szerintem a Balázsi Marci is jobban működik, hogyha egy rutinosabb emberrel van párban. Nagyon. És például, hogyha nem tudom, most nincs itt előttem, de azért van annyi fiatalunk, hogy akkor ők kerülnek ketten együtt, akkor hát nem tölt el nyugalommal sajnos, hogyha ezt látom a sor összeállításnál. Nekem ráadásul egy extra szar vasárnap volt az, mert a gyerek kirángatott a... Ja, igen. A, úristen, milyen meccs volt az Újpest-Paks, talán foci meccse. Én is a foci, de és ott az 5. gól a Dunaújvárosnak, a rohadt életben. Jó, bocsánat. Ja igen, hogy ilyen 0 fokban ülhettem, az is egy retek szar meccs volt, és már gyakorlatilag egyik végtagunkat sem éreztük, és akkor még tényleg az volt így az volt itt a motiváció, hogy na, majd lesz a hoki meccs, és hát abban is nagy köszönet volt. Úgyhogy jó, legalább a kaják jók voltak. Bejöttetek melegedni a csarnokba. De amúgy abszolút így volt, tehát amilyen bizarr az egész, tehát olyan farkasorító hideg volt, és a jégcsarnokban tényleg így kicsit felolvadtunk. Na, menjünk tovább az egyetlen fénypontra, az Újpest-Debrecen meccsre, ahol győztünk. Egy szép győzelmet arattunk, 5-3-ra, ugye? Így van. Ez volt az, amire én nem mentem ki, mert gondoltam, hogy, hát rossz. Hogy ez nem lesz annyira élvezetes, vagy nem tudom. Hát nem ez volt a legjobb döntésem decemberben. Igen, hát ha valakinek rossz előérzete volt, az mondjuk nem volt véletlen, mert itt aztán még jobban megfogyatkoztunk, mert az U20-asaink is szép számmal elmentek a VB-re inkább, úgyhogy lett egy harom visszatérő junior, tehát szerintem például az Erdőhelyinek ez volt talán idén az első meccse, nem rémlik, hogy lett volna, de aztán lett 3 tök újonc, Nagy András, Petár Pekarik és Hrabák Farkas, és kérlek szépen ilyen sorokkal álltunk ki, hogy elsősor Tiala, Metsevainio is Nagy, tehát egy debütáns az elsősorban, Kispatrik Vanik Lőci, Simon Kovács Alex Saarelainen, és utána ezt a negyedik sor a kedvencem, Just Mint Center negyedik sorban is, mellette Cseh és Hrabák. Tehát, ja... Tehát ez ilyen nagyon SOS, foltozgatós keret, de
Azt kell mondjam, hogy oké, a második harmadban már azért kibukott, hogy ezek a sorok nem teljesen harmonizálnak még, mert hát miért is harmonizálnának ilyen helyzetben, de abszolút nem érezted, hogy a debütánsok amúgy idegesek lennének, sőt, kifejezetten meggyőző játékot nyújtottak, főleg az első és harmadik harmadban, úgyhogy totálisan helytáltak, uh-huh. És ugye 2-0-ra vezettünk, aztán jött egy ilyen kisebb összeomlás a másodikban, nem először a szezon során, lásd mai meccs, és aztán hát megint már a DAB vezetett 3-2-re, már mondtam, hogy úristen, hogy hogy már megint itt ez egy ilyen meccs lesz, de nem, meg tudtuk fordítani, nagyon szép gólokkal helyenként, és akkor itt most ki kell emelni egy úriembert, akit az első meccsei után még mondtuk, hogy nem teljesen meggyőző, szerintem amúgy helytállóan, mert az első meccse azért elég alibi volt, és utána sem volt túl feltűnő a játéka, de ezen a meccsen az Övanik 3 gólig jutott, és a kis Patrikkal nagyon jól összejátszott, aki összehozott egy 0-3-as meccset, és tényleg szép gólokat lőttek, tehát végre valahára lőttünk egy emberhátrányos gólt, azt nagyon szépen megjátszották az Evanikot, és ő elsőre azt hittem, hogy szar megoldást választ, de gyönyörűen megoldotta a gyors szólójával emberhátrányban, és ott valahogy annál a gólnál éreztem, hogy úristen, ez a meccs ma meg lesz. Valahogy éreztem, hogy ez a csapat ma ezt összehozza, és tényleg szép gólok voltak. Még itt is belefért egy, hát kicsit olyan potyás pillanat a Rajnának volt, ahogy a lepkésből, mint hogyha kipattant volna, vagy én nem tudom. Azt, hogy nehéz volt megállapítani még ismétlés során is. De jó játszottunk, ilyen kerettel ez egy kifejezetten bravúros eredmény volt, úgyhogy az idei hokis élmények közül az egyik legjobb volt szerintem, főleg, mert tényleg az elvárások után óriási meglepetés eredmény született. Igen, hát az Ivaniknak az ember hátrányos góljat nem is a befejezés, az is szép, hanem ott, ahogy elcsente a korongot, ahogy leolvasta a paszt, azt szerintem... Ja, igen, jaj, bocsánat, hülyeséget mesél, nem paszt kapott, hanem igen, lenyúlta. Tehát ő nagyon jól ráérzett, hogy merre fognak vakon passzolni, és nagyon szépen lenyúlta valóban. Hát meg utána egy pár méter hátrányból lekorissza a védőjét is. Jó, hát a védőnek meg is kellett fordulni, de mindegy. Uh-huh. Szépen csinálta nekem, az nagyon tetszett. Szép gólokat lőttünk itt. Amit mondtál, kiperdült a Rajna a kesztyűjéből, az meg inkább ilyen, hát egy kicsit így nem tudom, mellé nyúlt, vagy az ilyen szerencsétlen volt, de uh-huh. Jó, hát igen, neki adnám azt is sajnos. Nem, de megérdemelt győzelem volt, ez volt a lényeg, uh-huh. Hogy nem ilyen kiizzadt, hanem melós, motivált, teli akarattal, ilyen, na ugye, most már csak azért is hozzáállást láttam a srácokon, úgyhogy ez tényleg egy klassz meccs volt, és ezen a meccsen tényleg így kicsit ellopta a sót egy egészen bizarr jelenet, ami pont ott a nézőtérrel kapcsolatos. Ezt nagyon sajnálom, hogy nem lett rögzítve, hogy az egyik Debrecen, most itt lesnem kell, hogy ki volt, a Vasiljev, egy ilyen kis növésű orosz hokisa a Debrecennek, az összehozott egy olyan büntetést, hogy így a néző közönségnek pofázott, vagy valami, de nem, csak nem is pofázott, hanem így ultra lassan korizott a cserepad felé, és így grimaszolt a közönségnek, de ilyen, hogy csak nem is kinyújtotta a nyelvét, vagy akármi, hanem ilyen, mint hogyha ilyen
Én nem is tudom, rohama lett volna, tehát a szemét így gyorsan pislogott, a száját így nyitva tartotta, ilyen teljesen nevetséges volt. És ezt így meglátta a bíró, és kizavarta a sportszerűtlen viselkedésért. Tehát én nem is értettem, hogy ez mire volt jó neki. Tehát, mert ilyet láttuk már, hogy visszadumálnak, tehát főleg régen a maccosoknál ez Terpócs és társai, az ott gyakran ment, de egy ilyet, tehát nem tudom, nagyon vicces volt. Hát meg itt volt a távol-keleti szurkolótábor, nem? Ja, igen, igen, akiket átkísértek aztán a vendégbe, tehát én nem is értem. Jó lenne kideríteni, hogy itt mi volt a háttér, mert szerintem a, nem tudom én, az egyetemről jöttek ide, és szurkoltak a, nem tudom én, akárkiknek a debreceni csapatból, de ja, na mindegy, vicces volt. Úgyhogy ez egy nagyon klassz élmény volt, ezt tényleg bánhattad, hogy kihagytad. Igen, hát egy kicsit már megcsömörlöttem a Debrecen elleni meccsekből, mert ugye volt itt a Magyar Kupa is, igen. És ugye ez volt a negyedik alapszakasz meccsünk a Debrecen ellen. Ugye a kupában legyűrtük őket végül, a bajnokságban pedig a lehetséges 12 pontból 8-at elhoztunk, tehát összességében Debrecen elleni pozitívban vagyunk. Uh-huh. De azért most nem bánom, hogy legalább februárig nem kell velük játszani, mert uh-huh. Debrecennel azért sosem egyszerű, bár most mondj egy csapatot, akikkel egyszerű a bajnokságban. Gyergyó. Ja. De amúgy tényleg itt tartunk, hogy nyugodtabb vagyok egy Gyergyó meccs előtt, mint egy francos Dunaújváros, vagy Debrecen, vagy Fehérvár. Ó, mindjárt véget ér, mert 5-0, most nézem. Igen. Fú, nem, visszakeresettem volna, hogy mikor nem ütöttünk utoljára gólt, mert az is jó régen volt, de mindegy, még hátam. Na, igen. Aztán hát igen, jött egy váratlan hír. Igen. Hogy igazoltunk méghozzá egy nagyon meglepőt, mert... Mondjuk a nemzetiség az nem volt meglepő. Az nem volt meglepő, és így a sortársai az képest még egész kimondható a neve is. Janne Lakkonen hozzánk csatlakozott. Amitől ez egy furcsa igazolásnak tűnhet, hogy nekem nagyon... régről rémlik olyan, hogy egy ilyen idős játékos leigazolnánk, konkrétan 41 éves az úriember, de azért tudjuk, hogy ez még nem jelent semmit. Mondjuk még itt sem egy Mihálik, mint tavaly a Dunaújváros 43-44 évesen, hogy mennyi volt. Igen, hát azon is rögtünk, aztán végül ők rögtök rajtunk. Igen, de azért a fickónak impozáns karrierje van, és nem is az volt, hogy nem volt csapata még idén, és akkor valahonnan összekapirgáltunk akárkit, hanem tényleg meccsben volt, és jó mutató is voltak. Oké, hogy a finn másodosztály végén szereplő csapat, na közben 6-0, nagyon jó. Nagyon jó. Mármint, igen. Oké, hogy azért ilyen mutatókkal ritkán igazoltunk valakit, hogy 12 szezonja volt a finn élvonalban, plusz a brit ligában is volt, azt hiszem 3, ezen kívül játszott az alpesi ligában, a fehér orosz ligában, Kazasztánban is, Norvégiában, finn másodosztályban, Lengyelországban, tehát azért ezek tetszetős bajnokságok, és amitől különösen Muris, hogy tavaly ott játszott, ahol most a Shirley játszik, ebben a igen, Five igen, Flyers-ben, és azelőtt meg ott játszott, ahol a Rajna Miki volt a playoffos kudarcunk után. Igen. Bocsánat, playoff kvalifikációs kudarcunk után, hogy pontosak legyünk, és még fájóbb legyen, hogy azért ez nem semmi.
Igen, és az Ivanikkel ellentétben ő meccsben is volt, tehát hogy ő azt nyilatkozta is, hogy olyan szerződése volt a finn csapatánál, hogyha jön egy megkeresés, akkor elengedik. Én ezt valami olyasminek tartom, mint amilyennel a Lamorő volt nálunk a Covid szezonban, hogy utána ment a Dell 2-be talán, vagy valahova. Igen. És, vagy Svájciban, nem, na mindegy. És hogy, tehát, hogy ő legalább meccsben van, nem az, hogy jó, akkor most elkezdi az alapozást, meg nem tudom, tehát nem az van, hogy majd belejön. Most statjai alapján érdekes volt, mármint, hogy nem érdekes, hanem értékes játékosnak tűnik. Ja, hát a korra az meg nem minden, tehát attól még lehet varázsolni. Igen. Jó, ja. Úgyhogy hát, az volt a igen. kérdés, hogy játszhat-e már, vagy ugyanaz lesz, mint az Ivániknál, hogy kicsit bele kell jönnie, de azáltal, hogy meccsben volt, ez igazából szerintem el is intéződött, mert a következő meccs, az a tegnapi Ferencváros-Újpest kupa mérkőzés volt, annak az első felvonása, ahol ugye az volt a tét, hogy a visszavágóra ki milyen előnnyel tud kiállni, vagy akár döntetlennel, és ott már játszott 62-es számban, és ugye kikaptunk 5-4-re egy nagyon változatos, izgalmas mérkőzésen, ahol sokáig az új, hát srác, nem az új játékos, akkor mondom inkább így, ő nem volt kifejezetten feltűnő, de aztán pont lőtt egy gólt is, egy egész szépet. Még visszanézni még nem lehetett, mert 24 óra nem volt elég, hogy összevágják. De, ja, hogy tetszett neked a játéka? Kicsit észrevehetetlen volt, ahogy te is mondtad. Én visszanéztem a gólokat a közvetítésbe, így bele-bele tekergetve, de azért számomra nem volt kiemelkedő, tehát adnék neki még egy-két meccset, most itt a DAB meccsen a teljesítményét, azt inkább nem értékelném, mert az egész csapatét sem. Közben ez véget ért egyébként. Már ki is szerencsére. Igen. Úgyhogy maga ez a Ferencváros elleni meccs változatos volt, izgalmas volt, azért az első két harmada szerintem nem volt a miénk, legalábbis az első az biztos, hogy nem. Másodikra azért följavultunk, és az Alexnek az a 2-1-re módosító gólja az nagyon kellett akkor, mert ott azért könnyen elmehetett volna a meccs. És hát itt megint a Brady lődözte a gólokat, azért az nagyon ott van az a csávó, ezt el kell ismerni. Nagyon. Egy nagy fogás, és ő milyen nemzetiségű, azt tudni? Azt utána néztél most esetleg Kanada, vagy angol, vagy a fene tudja. Ami szerintem egy kicsit frusztráló volt, és ami tegnap hazafelé a villamoson jutott eszembe, kanadai egyébként, hogy idén bejátszottunk 3 meccset a Ferencváros ellen, és még egyszer sem vezettünk. És itt is csak egyenlíteni sikerült. Én a 4-4-nél már úgy voltam vele, sőt, még amikor vezettek 3-1-re, akkor is azt beszéltük ott a lelátón, hogy én a mínusz egyel nem lennék elégedetlen a játékképe alapján. És aztán 4-4-nél meg azt mondtam, hogy jó, fújják le, ez nekünk tökéletes lett. De aztán persze, hogy kaptunk egy ember hátrányt, amit egyébként így visszanézve elég szépen kijátszottak. Hát ez már ott is látszott, igen. Az ott teljesen üresre volt kijátszva Nagy Gergőre, sajnos. Azt még itt azért megjegyezném, hogy itt a Poki kapta a kiállítást, az már nincs előttem, hogy itt pontosan mire. De a Poki mostanában nagyon sok 2 percet szed össze. Igen. Kifejezetten feltűnő, hogy sokat szabálytalankodik, és nem tudom, hogy ez minek köszönhető, de hát minden meccsen 1-2-t minimum összeszed. Igen, korábban ez nem volt rá jellemző azért. Hát tavaly is már így alakult ez, de idén valóban, most itt mindjárt meg is nézem, hogy pontosan hányat szedett össze, de
Igen, bosszantó, mert tényleg hát tegnap meg lehetett volna ez a meccs talán 4-4-re, és akkor azért az szuper lett volna így vissza a visszavágóra kimenni. Igen, azért azt a kapulelövési mutatót, amit az első harmadra beírtak, hogy 10-21-re mi nyertük, én azért azt elég erőteljesen megkérdőjelezném, mert nekem nem úgy tűnt. A második harmadban a 17-5 a zöldeknek az úgy nagyjából helytálló. De az, hogy a Rajna 88%-on védett, az megint azt mutatja, hogy nem sikerült ezt a kapus teljesítményt odarakni a jégre, sajnos. És igen, ez, tehát megint itt a végén kaptunk egy gólt, amivel kikaptunk, bosszantó volt. Hát meg az előtte lévő is ilyen kollektív, én nem is tudom, lehet a bénázásnak, vagy ilyen orientálódási zavarnak nevezni, tehát ott a Rajna, ahol őt megbillent hátul, és onnantól kezdve mindenki teljesen bizonytalanná vált, és ebből is lett nem sokkal később a gól. Igen. Az ilyeneket egyszerűen kihasználták, és annyiféle faktor volt, ahol egyszerűen szembetűnő volt, hogy ők valahogy jobban össze vannak állva. Magabiztosabbak szerintem. Én azt láttam a jégen, igen, hogy ők... Tehát van terv minden támadásukban. Egyrészt, másrészt meg nem szarnak be attól, hogyha oda megy egy játékos letámadni őket. Igen. Minket megint azzal vertek meg egy csomó korongvesztésünk abból volt, hogy letámadtak minket. Ugyanaz történt, mint az 1-5-ön, vagy mint a 2-1, vagy 1-2-ön, és hogy oké, most nem, tehát hogy nem volt annyira szar a játékunk, mint az 1-5-ön, de folyamatosan letámadtak minket, miért kockázatos passzokat vállaltunk be, nem tudom, hogy mit lehet ezzel csinálni, de ugyanaz volt szerintem a játékképe. Közben nézem, az Eszteliga stat szerint meccsenként 1,5 perc büntetője van a Pokinak. Hát az, szerintem az így nem nagyon helytálló, mert ugye ott volt neki a verekedésért is a legalább 10 perce. Igen, hát azt nem tudom, beleszámítja ő. Hát, bele kéne. Na mindegy. Jó. Hát... Bosszantó volt, de azért úgy nagyon mérges nem tudtam lenni, mert ez két meccses párharc, egy góllal, tehát tulajdonképpen csak meg kell verni őket a visszavágón. Igen. Az, hogy milyen a lebonyolítás, hogy egy hónap múlva lesz a visszavágó, az hagyjuk meg a szövetségnek, tehát szerintem jó lehet mosolyogni. Főleg annak fényében, hogy a másik mérkőzés, ami a Final Four-ba kerülésért megy, az két nap alatt lemegy, tehát hogy így egyik nap játsszák az odavágót, a másik nap, a következő nap meg a visszavágót. És hogy ehhez képest mi meg egy hónapos távlattal csináljuk ezt. De most megint ez van, hogy két hét alatt egy meccsünk volt, és most meg 4 nap alatt 3. Tehát annyira oké, tudom, válogatott szünet, meg stb., de amikor még nem volt, akkor is. Hát emlékezzünk csak a szezon elejére, hogy játszottunk egy jót a Maccellen, aztán egy hétig ültünk a seggünkön, míg többieknek volt már 3-4 meccsük. Hát igen, meg a szezon kezdetet eltolni, annak tulajdonképpen mi értelme volt. Szar, akkora hülyeség volt ez az egész. És több meccs, kevesebb idő. Na mindegy, hát igen, 5-4-re kikaptunk, nem a világ vége. Azt még hozzátenném, hogy kifejezetten kiábrándító volt, hogy még bőven a félház sem volt meg. Igen, de tehát az a 839 az egy erősen jó indulatú. Kizárt dolog. Nézőszám, tehát nem. Tehát nem tudom, hogy a kupát, én sok ideje mondom, hogy én szerintem ez a Final Four, ez egy hülyeség. Én úgy reformálnám meg, hogy tényleg kupa jellege lenne a dolognak, és igenis a fehérvári szupercsapat vegyen részt, ha nyerni akar bármit is, vegye a fáradtságot, és igen, akkor ők is tudnak 4 meccs alatt 3-at játszani, ha ezen múlik, vegyenek részt. Ha nem akarnak, akkor ne vegyék fel a TAO-t, és akkor csinálják az osztrák bajnokságot, de
nem tudom, ez az egész lebonyolítás nekem bűzlik, még úgy is, hogy amúgy most sokkal jobb, mint ahogy volt régebben, tehát hogy egy bejutó helyért volt már a küzdelem meg hasonlók, tehát ez komolytalan, de én még azt is csinálnám, hogy akkor legyen csak egy meccs, hogy egy meccsen dőljön el. Oké, hogy tegnap akkor kikaptunk volna, de nem tudom, tehát hogy mindenki csak a másodikra áll rá. Hát, nem tudom, nekem a Final Four-ral alapvetően nincsen problémám, de én erre is csak azt tudom mondani, hogy csak meg kell nézni, hogy hol csinálják ezt úgy, ahol jól is működik. Tehát nem tudom, az osztrákoknál van kupa? Ők hogyan csinálják? Németeknél? Tehát hogy nem kell feltalálni a spanyol viaszt. De az, hogy az odavágók azok full érdektelenek, ez nem tudom, hogy kinek jó, mert ez a csapatoknak full mínuszos, nekünk szurkolóknak, tehát hogy csak még egy meccs, de igazából láttál már olyan pár harcot, hogy, vagy idén volt olyan, most itt ugye rápillantok, hogy már az első meccsen eldőlt. Hát talán már, a most... korábbi... Jó, a FEHA dolog. DVTK Akadémia 7-0, oké, de ott ilyen, tehát hogy ez valószínűleg egy meccsen is ennyi lenne, és akkor nem kell ehhez két meccs. Ja. De ott, ahol közelebb vannak egymáshoz a csapatok ott, na mindegy. Ja. Mindegy, lesz majd egy visszavágó januárban, ott még ott csak győznünk kell, és akkor... Addigra talán vissza is tér még egy-két ember. Ja. Jó. Ja, hát, mai meccsről nem tudom, hogy akarunk-e valamit mondani, én személy szerint. Mai meccs, mi is, 6-0 lett a... 6-0. 6-0, így van. 186 néző előtt. Őszintén fasz ki van. Tehát ez a meccs, ez... Én filóztam, hogy befizessek-e, mert tényleg... Nekem kicsi stresszes napjaim vannak, meg tudtuk, hogy ezt a rögzítést is még be kell rakni, meg minden, de hát csináljuk a podcastet, csak kéne nézni. Hát úgy legkésőbb pontosan a meccs... Pontosan ennyit tudnánk elmondani, hogyha nem láttuk volna. Igen. Tehát ez az első harmad még úgy, ahogy ilyen óvatos, langyos akármi volt, de hát, és ez megint egy olyan meccs volt, csak ugyanolyan, mint az előző, hogyha olyan játékkal mentünk volna ki, mint a szezon elején, esélye nem lett volna a Dunai Városnak, tehát semmi extrát nem nyújtottak, mi mentünk le olyan szintre, hogy egyszerűen így megkértük, hogy nyerjenek. Tehát itt is, és most nem, tényleg nem akarom a Rajna Mikit, mert rengeteg meccset hozott ma, vagy nem ma, az idei szezonban, és tudjuk, hogy kiváló kapus. Tehát ma is kettőben abszolút benne volt. Tehát két ilyen, főleg a második, az nem fér bele. Az igen. És akkor a kommentátor ilyet akar nekem előadni, hogy a Szalma azt onnan így be akart előni nagy francokat, tehát ez egyszerűen egy potya volt, nagy betűs potya. Nem tudom, ő kérte a cserét, vagy a Jurik Kalá mondta, hogy akkor jöjjön be a Sági, tehát ő is ugyanúgy kapott még hármat. Én nem tudom, tehát én borzasztó rosszul viselem már ezeket, hogy folyamatosan az utolsó helyezettek ellen olyan rossz felfogással jövünk ki, és egyszerűen nem tanulunk sorra ezekből. Szezonok, évek óta mindig ugyanaz. Tehát hogy lehet az, hogy a tegnap a Ferencváros egy klasszisokkal jobb csapat ellen legalább egy fél meccsnyi időre kifejezetten jól tudtunk játszani, és most semmi nyoma nem volt ennek. Hogy lehet ez? Nem tudom, ezek ilyen megmagyarázhatatlan dolgok, hogy Fejér megyében mi történik velünk. Nem tudom. De ezek után meg sem merem kérdezni, hogy 22-én ki jössz a Fehe ellen. Mert azt hiszem, van az embernek jobb dolga. Sok kedvem nincs őszintén.
Mert tudom, hogy az is megint ugyanolyan szenvedős meccs lesz, és... Ja. Nem, kicsit már sok volt ezekből, és ma ez nagyon rosszul esett ismételten. Nem, tehát egyszerűen már besokal az ember, hogy lehet ez tényleg, hogy nyerjük a bravúros meccseket, érted, a Gyergyó ellen, Erdély túl, és sorra jönnek ezek a meccsek, amiket a többiek mind megnyernek, és mi letolt gatyával egyszer hagyjuk magunkat elfenekelni, és nem, egyszerűen ez már borzasztó érzés. És már ember már görcsösen veszi meg ezt a francos streamjegyet, hogy úristen, megint ez lesz-e? Nem létezik, és mindig ugyanez. Tehát... Igen, sajnos nem tudok mit hozzáfűzni, teljesen egyetértek, mert... Na, és mi sem tanulunk belőle, mindig reménykedünk, hogy na majd most. Most már új edző, fele új a csapatnak, most már csak nem lehet újra az. De minden alkalommal. De azt hiányolom amúgy, hogy régen voltak ilyenek, hogy nem ment a csapatnak, de akkor volt egy sor, ami valahogy kihúzta. Tehát volt az a Elomós korszak például, a Tapio, Elomó, meg Mihalik volt azt hiszem a harmadik, hogy az a sor, az tudott ilyen game changer lenni, hogy még ha nem is ment a csapatnak, azok valahogy megoldották, hogy épp hogy nyerjünk, vagy hosszabbítás, vagy akár. Itt nagyon ritkán van ilyen tényleg, hogy ha nem megy a csapat felének, akkor a másik valahogy kirántja az eredményt. Hát, valahogy kollektíven megy ez sokszor. Hát de ugyanezt megcsinálta a Bodóféle sor is, amikor ment nekik, tehát nem a rájátszásban persze. Hát a playoffban is csak ők lőttek gólt. Ott is ugyanaz volt, hogy a Vorobjovék nagyon más eredményt nyújtottak, vagy teljesítményt nyújtottak, mint az alapszakaszban, és csak a Bodóékra maradt minden, és hát ők sem tudnak meccseket nyerni folyamatosan. Úgyhogy... nagyon elkeserítő ez, bevallom őszintén. Ez most megint az a korszak, hogy egy kiadós tökönrúgás is. És tudom, a játékosoknak, tehát ez a hiszti, amit mi lenyomunk a játékosoknak hatszor durvább. De érted, ők vannak a jégen, ők az ő kezükben van, mi csak rinyálni tudunk, és elkeseredni. Valahogy. Hát meg leutazni Dunaújvárosba, tehát akik ma ezért lementek, igen. Azoknak maxi respekt, meg én a klub helyében akkor mondanám, hogy ha nincs bérletük, akkor következő meccsre a vendégek, vagy nem tudom. Igen. Mert ezért, ha ezért utaztam volna le, hát nagyon pipa lennék. Igen. Na mindegy, hát nekem még itt van egy-két színes hírem a végére, hogyha gondolod. Parancsolj. Tudtad-e, hogy Tony Henton ennek van új csapata? Nem. Képzeld el. Ma jött szembe egy magyar sráctól, aki, ha jól értettem, akkor Svédországban él, hogy írta, hogy hát a helyi hoki csapat leigazolt egy játékost, amiben még nincsen semmi, de hogy előtt az Újpestben játszott. És akkor nézem, mondom, hát ez a Hentonen lesz. És tényleg, nem fogom kimondani a svéd csapatnak a nevét, de ez valami alsóbb osztály, amiben már játszott, mert mint hogy ebben a ligában korábban. IF Troja Ljungby. Igen, szóval ideigazolt, és kerestem vele ilyen interjút, vagy bármi ilyesmit a bejelentésről, de nem nagyon találtam. Ugye neki tavaly majdnem a fél szezon az sérüléssel telt, aztán már a szezon végén már nem is volt itt Újpesten, mármint hogy fizikailag, de előtte majdnem pont per meccs átlagot hozott, úgyhogy én azért ennek örülök, hogy tudta folytatni a karrierét, mert tehát, hogy annak ellenére, hogy kevés meccset játszott Lilafehérben, én jó játékosnak tartom. De hát pár hónapja írta ki, hogy felhogy egy jégkoronggal, ez ilyen komoly van. Mondjuk ez lehet, hogy valami, nem tudom, ilyen
A vasárnapi Sörliga, vagy nem tudom. Hát nem hiszem. Nem hiszem, ott van más légiós is. Ez mondjuk egy norvég, de meg az elég komoly keret van. De Ja, fogom. Jó, erre én na is mindegy, úgyhogy. rákeresek. Úgyhogy ő talált magának hoki csapatot, és amiről még nem beszéltünk, hogy az Ivenik a Mesterhármasa után ő lett a hét játékosa. Van egy viszonylag hosszabb interjú vele az ersteliga.hu-n, ahol, mint a múltkor, amikor a Kóda lett a hét játékosa, vele is egy egész kompetens interjút csináltak. Úgyhogy már nem az a tavalyi három kérdés, három rövid válaszos verzió van. Azt majd betesszük a leírásba, ha nem olvastátok esetleg, akkor nézzétek meg. Apropó Kóda, december 8-án, vagy mikor volt ilyen korizás az újpesti főtéren a játékosokkal, és ott is ott volt a Kóda, meg állítólag párszor már föltűnt meccseken is. Ránézésre tulajdonképpen alig lehet észrevenni, hogy van bármi sérülése, vagy ilyesmi, de tehát, hogy jól látni, hogy jól van. Én nem voltam kint, úgyhogy itt nem beszéltem vele. Ha valaki volt kint, akkor esetleg kommentben megírhatja, hogy van, vagy ilyesmi. De ez tök jó. Én felmentem a trojaljungby.com oldalra, és ott van a Hentonen a stadionjukban egy újpest pólóban. Igen. Tony Hentonen készen áll az IF trojaljungbyra. Az edző mondja, Tony több európai ligából szerzett tapasztalattal érkezik, amit jól ismerek. Tony egy intenzív játékos, aki jó a kapu körüli játékban. Tony jól beilleszkedik a csoportunkba. Tony a középső napokban, jó, ez most ilyen Google Translate, ezt nézzétek el nekem, a középső napokban csatlakozik, és azon dolgozunk, hogy a lehető leghamarabb játékra készen álljon. Aha. Jó, tehát akkor neki is még kicsit fel kell zárkózni. De ez milyen liga lehet ez a vajon? Jó, mondjuk ez tényleg vicces, közben megtaláltam ezt, hogy utepólóban itt áll. Aha, jó. Jó, akkor ezek szerint ezeket nem kell visszaadni. Hát azt tudjuk, hogy nem kell. Igen. Mi is kaptunk már távozó játékostól. Igen. De Hoki Ettan. Ez mi lehet? Ez a másodosztály. Division van. Hát akkor ez valószínűleg ez a másodosztály. Ez a svéd másodosztály? Hát annak tűnik. Jó, ha valaki tudja, nyugodtan korrigáljon minket. Ja. Hát jól van. Mindegy, én örülök neki, hogy el tudod helyezkedni. Ennyire jöhetett volna vissza. Ja. Ha már a póló az már rajta van. Igen, nem tudom, hogy váltak el a klubbal egymástól, mert... Nem, bocsánat, harmadosztály. Harmadosztály, most nézem. Ja. Jó, nem baj. Ez klassz. Jól megvezetett mindenkit a posztjával, mindenki gratulált, aztán hát látod. Ja. És még egy dolog van, hogy amit szerintem inkább... szezon előtt kellett volna közzétenni, hogy az Erste Liga honlapjára fölkerültek a játékosoknak a pontértékei a teljes keretre vonatkozóan. Ami ebben érdekes szerintem, az, hogy hát, ugye a szabályok némiképpen változtak a tavalyihoz képest, de az nem változott, hogy egy felnőtt, mármint nem felnőtt, bocsánat, egy légiós játékos, ez legalább 3,5 pontot ér. Ez alapján nekünk például a Metsavajni 4,3 pontot ér, ő a legértékesebb a keretünkben, és a most igazolt Ivanik, ő 3,8-at ér. A többiek azok mindennél kevesebbet. Ami érdekes, hogy a Deac ellen debütáló fiatal védünk, a 2005-ös születésű Pecserics, bocsánat, hogyha nem jól mondom, aki szerb nemzetiségű, ő is 3,5 ponttal van, mert ugye ő is légiósnak számít, gondolom. Na mindegy, de ezt is majd belinkeljük a leírásba. Ha gondoljátok, akkor böngészétek, itt mindegyik csapatnak fönt van a
a pont át, vagy a pontszáma. Azt nézegettem, hogy összehasonlítva a keret átlag, vagy a keret összpont értékét, így nagyjából átlagosak vagyunk, tehát nem lógunk is emelre ezzel. Uh-huh. Jó. Az csak ilyen érdekesség, hogyha valakit érdekel. Jó, a leírásban megtaláljátok. Rakd be a Hentonen Újpest mezőt is, vagy pólóját. Jó, jó. Jó, hát aztán a héten még, tehát a publikálás másnapján lesz még egy UTFE hazai mérkőzés, karácsony előtt 22-én, majd utána két ünnep között jön a Gyergyó, ami biztos egy parázs mérkőzés lesz tekintettel a múltkori UTE Gyergyóra, és utána még 30-án lesz egy tévés meccs az UTE Brassó, szintén hazai pályán, és a jövő évben pedig az első héten játszunk a DVTK ellen, majd utazunk Székesfehérvárra, majd utána a Mac ellen is lejátszunk a negyedik meccsünket. Azután pedig következik egy erdélyi túra. Hála égnek! Ez elég húzós lesz, és utána pedig jön, ez már január közepe, a Ferencváros elleni kupa visszavágó. És azon a héten lesz még egy derbi. Szóval húzós lesz ez a január. Nem lesz egyszerű. Az pedig, hogy mikor jelentkezünk adással, hát ezt egyelőre nem tudjuk megmondani, az erdélyi túráig biztos, hogy nem, úgyhogy várhatóan majd azután, de majd mindent az Instagram profilunkon kommunikálunk. Így van. Hát jó kis matchdumping lesz itt, úgyhogy nem sok pihenésre lesz idő sajnos, de reméljük, hogy most már lassan visszatérnek a sérültek. Elméletileg, ha én jól számoltam még korábban, akkor januárban már a Kis Daninak és a Szabó Daninak vissza kéne térnie, ami azért nagy segítség lenne. Uh-huh. Meglátjuk. Hát csak ne olyan formában, mint a Just mostanság a sérülés után. Ja. Jó, hát most már nagyon el tudnám viselni, hogy ilyen vidámabb adásunk legyen ismét. Tehát ez a szezon elejé mámor, ez így, mint hogyha tavaly lett volna, tehát annyira régóta tart ez a vegetálás, sajnos. De igen. Mi sem élvezzük ám ezt a rossz hangulatot. Igen, úgyhogy teljesen jogos, hogy ti sem élvezitek, akik ezt meghallgatják, ezt a podcastet. De ennek ellenére köszönjük szépen. Köszönjük a hozzászólásokat. Instagramon kövessetek minket tovább. Igyekszünk majd ilyen színes tartalmakat továbbra is kirakni. Ennyi volt a 44. adás. Mindenkinek boldog karácsonyt, ha addig hallja. Boldogabb lila új évet. És ahogy mondta Bence, akkor valamikor majd januárban jelentkezünk. Itt át kell hárítanom a felelősséget. A Bence fog elutazni. Én minden nap rögzítenék Utehoki podcastet, de ő miatta tolódik ez az egész. Úgyhogy minden hate mailt nyugodtan lehet küldeni az utehoki@outlook.com-ra. És igazából csak annyi az oka, hogy megadom a lehetőséget, hogy a következő 8 meccses győzelmi szériáról egyben tudjunk beszélni. Ez egy szép mentés volt. Így legyen. Jó, akkor még egyszer boldog karácsonyt, boldog új évet, hajrá lilák, most már csak jobb lehet. Sziasztok! Boldog karácsony, boldog új évet, köszönjük, hogy meghallgattatok minket, sziasztok!